Sziasztok, itt volt a Tesco, mutatom is, hogy mit vettem. Tojás, ugye 10 tojás, egy, mi ez? Virsli van itt, sonka, 2 darab, egy asztali sót, akkor most ilyen zörgő zacskóba jött ez a keks, ugye ebből sütit szoktam Nikinek csinálni, 1, 2, 3 vajat, ugye ezt a sütőrámát, ez ide érzékenyeknek van. Nikinek a szőlője, egy paprika, mert elfogyott, vettem egy ilyen üveges zöld borsót, egy uborkát, egy ilyen felezett barackot, 2 tészta, egy ilyen korpovit, 1 kilónyi narancs van itt, petrezselyem, 2 és egy vaníliás puding, majdnem cukrot mondtam, kedvenc kenyerem, mi ez? Egy húsleves ilyen, csomagolt húsleves. Alap, vagy mi ez? Na, zöldség, hát nézzek, nem tudok beszélni. A szennyesedény meg benne van, látod? Legyen már mit megszólni, na. Tűzhelyt is mutassam, azt is már megszólták. Ott van. Akkor 2 ilyen leveles tészta. Nikike, menjél be, menjél be, menjél be. 2 ilyen leveles tészta. Ezt már mondtam, az almát 1 kilónyi. 5 kilónyi krumpli, 5 kiló. Szemüvegemet szoktam ebbe a pelenkába pucolni. Akkor 5 kiló krumpli, ugye a zalma 1 kilónyi. Akkor ezt már mondtam, már 2-szer. Itt egy tészta, 2 darab ilyen tauris, és 2 darab vegyes. Akkor combfilé van itt, mell, egybe comb, és még egy egybe comb. Mostanában ezeket a dobozosokat szoktam venni. Akkor egy csomag répa, még egy csomag virsli, egy csomag hagyma, francia saláta alap, egy ilyen főzött tejszín, itt van egy ilyen borsó, akármilyen zöldségkeverék, ez ugye mindig a dodikáé. Ebben van karfiol, mindig elmondom. Vegatab lesz, na kívom, úgyhogy az lesz a neve most is. Akkor itt van egy ilyen lemezzöldsége, sokáig nem volt, és láttam, hogy van, úgyhogy megint vettem. Mert szeretem Nikinek egy ilyen zöldséglevesnek, vagy ezt is szoktam beletenni, és akkor csak egy ilyen sima zöldséglevesnek, mert ugye Niki nagyon leveses, ő igényli a levest, úgyhogy neki szoktam, én nem vagyok leveses egyébként. Itt van egy ilyen dekóra sütihez, 2 darab sajt van itt, ez a vega finom. Ezt szeretem, ez a legjobb, de szoktam Violife-ot is venni. Itt lent a kisboltban az van, úgyhogy azt szoktam venni. Itt van egy nagy csomag ilyen lecsó paprika, egy vanília puding, ugye Nikié. Akkor itt van egy kilónyi sertésmáj, ugye a Dodikának szoktam mája, kérdezték, hogy szoktam megcsinálni. Hát én a kutyámnak úgy szoktam elkészíteni, hogy kicsire összevágom, ugye zöldséggel, krumplival, vagy tésztával szoktam neki, vagy ilyen zappelyet szoktam neki belekeverni, úgyhogy, és akkor az neki jó, ugye. Itt van 2 apró, ami barackos, 2 citromos, mert az én kedvencem. Akkor van még itt 2 hús, az egyik az friss csirkemellfilé, Niki kemény be, és van még egy alatta, ami combfilé, ki van filézve. És mi van még? Mit hagytunk ki? Hát itt a paradicsomot hagytuk ki, amit van zacskó, vagy kiló paradicsom, úgyhogy ezeket vásároltam. Remélem mindent belemondtam, úgyhogy megvolt minden. És itt a többi. Ja, és 10 darab ásványvíz kint van a két ajtó között. Köszönöm, hogy velem tartottál, szia, szép napot!